Először is ugye a cégünket mutatnám be, hogy egy családi vállalkozásként indult ugye 2002-ben maga a cég. Főleg prémium termékekkel dolgozunk, és megújuló energiák, ami a fő szakterületünk. Ennek tekintetében ugye több termék is van. Maga a napelemes rendszer, hőszivattyú, biomasszafűtés, napkollektor, elektromos fűtőpanelek és hőviszonyos szellőztetés. Most ami ebből ugye értelemszerűen a legjobban megy a mi esetünkben a portfólió, az a napelem és a hőszivattyú, tehát talán most ezt keresik a legtöbben, erre vannak ugye különböző pályázatok, de egyébként attól függetlenül a többit is ugyanúgy egyébként csináljuk, és egyébként megy. Jó, napelemes rendszernek ugye három fő alkotó elme van, maga a napelem, a tartószerkezet és maga az inverter, és akkor első körben itt inkább a napelemekre térnénk ki, az, hogy milyen technológiák vannak a napelemes rendszeren belül. Napelemes rendszer az elmúlt 10 évben nagyon fejlődött, mert olyan nagyjából az elmúlt 10 évben megduplázódott a teljesítmény, tehát azt lehet elmondani, hogy régen, amíg mondjuk voltak 200 wattos napelem modulok, most már 400-480 wattos moduloknál tartunk, tehát óriási a fejlődés, és nagyon sokfajta technológia bejött fejlődésbe. Ezért ugye kicsit csalók a piac, amikor ugye az ember kap ajánlatot, nézi, hogy melyik mit tud, mert sokszor ugye a technológiát a maga a laikus emberek nem is veszik figyelembe, hogy mik vannak és miből tevődik össze. A garanciák is nőttek, és a hatásfokok is jelentősen nőttek egyébként. Tehát míg a hatékonyságban olyan 15-ről fölmentünk 20% fölé, garanciában az 5 évről elmentünk most már a 20-30 év irányába. Tehát ez is azért a 10 évben ilyen mértékben azért nőtt. Régebben, amit ugye főleg vásároltak az ügyfelek, ez a polikristályos volt, ugye erről lehetett sokat hallani, meg ez a monokristály mindig egy nagy kérdés volt. Polikristálynak lényegében ami egy előnye volt, hogy a szórt fényben nagyon jól tudott teljesíteni, ugye ezért nagyon sokan keresték ezeket a típusú modulokat, viszont a hatásfoka alacsony volt, maga a szabálytalan mintázatú volt, maga a polikristálynak a szerkezete. Lényegében mindig azt mondták, hogy a monokristálynak a hulladék sejt részéből állították ezeket ugye elő. Ma már nagyon nem is lehet kapni ilyet, tehát a palettánkon nem is létezik ez a polikristály. Azt majd el fogom mondani, hogy miért. Ma már inkább ezek a monokristályos szerkezetű napelemek, amik ugye elérhetőek inkább a piacon, és a mi palettánkon is. Ugye ezeknek az előnye az az, hogy a hőmérséklet hatására nem veszít nagyot a hatékonyságából a napelem. Másrésztről ugye termelésben hatékonyságban sokkal magasabb, viszont hátránya az, hogy a szórt fényt ugye nem tudja úgy alkalmazni, mint egy polikristályos modul. Viszont hatékonyságban és a hőmérsékletben jobb egyébként. Ezért ugye változtattak, illetve technológiák jöttek be ugye erre a két szilícium kristály fajtára, és ugye ezek azok a technológiák jelenleg, ami a mi palettánkon is elérhető, van egy úgynevezett PERC technológia, van egy ez az MBB, ez a emelt buszszámú gyűjtőszínes megoldás, az IBC, ez a rejtett hátsó gyűjtőszínes megoldás, az osztott szellás, a zsindes és az üveg-üveg. Jó, és akkor ezekről egy pár szóba csak, hogy melyik mit tud. A PERC technológia az talán egy ilyen 3-4 évvel ezelőtt jelent meg, és ezt azért fejlesztették ki, mert ugye a polikristály ugye a szórt fényt alkalmazta jól. És ez a PERC technológia pont az az előnye, hogy a rossz szögből érkező fénysugarak hajnalban, rossz időben, tehát a szűrt fényt, lényegében visszaveri a napelem mögött lévő ilyen dielektronikus réteg, és a monokristály, ami ugye sokkal hatékonyabb, a szórt fényt is 6%-kal jobban tudja hasznosítani, tehát a polikristályt úgymond megveri, innentől fogva egy monokristályos szerkezetű napelem, ezáltal ugye szinte ma már az összes termékbe ezt beleteszik. Tehát monokristályt gyártanak PERC technológiával, és ugye innentől a polikristálynak már nincs értelme egyébként, hogy bárki egyébként vásároljon. A második az elállt buszbáros megoldás, ugye erre is rájöttek, hogy régebben ezt, ha jól emlékszem, ilyen 3 buszbárral dolgoztak a gyártók, ma már ilyen 9-12-es buszbáros megoldások is vannak, ez a buszbár lényegében a szilícium kockán belüli ilyen energia átvívő réteg, amivel összekötik a cellákat, és minél sűrűbb, annál kevesebb ugye hotspot alakul ki a napelemen belül, és sokkal több energiát tud elszállítani. Tehát ennek az előnye az, amikor megnövelik, hogy minél kisebb hatékony romlás legyen a panelen, tehát ezek egy korszerű jobb modulok voltak, minél több buszbárt ugye alkalmaznak. Volt az IBC-s technológia, igazából itt is buszbárokról beszélgetünk, csak annyi, hogy a napelem szilícium celleknek nem az elején található, hanem a hátulján. Ennek az volt az előnye, hogy homogénebb a felület, jobb kinézetet adtak, de tudásban egyébként nem sokkal többet tettek hozzá, maximum annyit, hogy nem takarta ki a szilícium kristályból egy részét, tehát ott is tudott energiát termelni maga a napelem modul, egy nagyon picivel talán hatékonyabb, mint a több buszbáros megoldás. Pár éve jöttek létre ezek az osztott cellás technológiák, itt a szilícium kockákat még kisebb szeletekre szelték,
sok buszbárt helyeztek ezekbe a cellákba, tehát már nem nagy cellakockákról fogunk beszélgetni. Magasabb hozamot tudtak szintén, ezek a hosszabb élettartalmat tudnak, sokkal jobban szétosztják maga a napelemet és a buszbárokat, és ezáltal egy hatékonyabb megoldást kaptak. És ugye ennek az előnye az az, hogy maga ez az osztott cellás technológiánál a napelemet két részre tagolták, tehát volt egy felső és egy alsó része, ezért például árnyékos hatású helyeknél, ahogy ott a kis falevél is jelzi, ha jött egy árnyékhatás, akkor csak az egy hatod része kapcsolt le. Ha egy normál napelemről beszélnénk, akkor miért nincs benne az az osztás középen, ott az egy harmada kapcsol le. Tehát ugye ezt nagyon szerették, amikor ugye egy rosszabb tetőfelület volt, árnyékosabb volt, akkor ilyen osztott cellásat kínál mindenki, hiszen ugye ezeknél a moduloknál sokkal kisebb részét vesztem el maga a hatékonyságban a napelem esetében. Jó, tehát egy részleges árnyékolás esetén ugye ez nagyon jó volt. Ezen most megjelent egy új technológia, ez most már szerintem több mint egy éve hozzuk ezt a zsindei technológiát, ez most a legfejlettebb, ha azt lehet elmondani. Itt a buszbárokat, ezeket a gyűjtősíneket teljesen elhagyták, tehát nincs a termékben buszbár. Ugye két dolgot értek el, egyrészt ugye nem melegíti ez a buszbár maga a napelemeket és nem romlik a hatásfoka, nem oxidálódik ez a buszbár, ezáltal ugye nincs olyan mértékű öregedés. És lényegében itt a szilícium cellákat már nem ilyen 120 cellából, hanem 408 darab cellából rakják össze, és egy úgynevezett ilyen vezetőképes ragasztó kötés alakítanak ki maga a napelemek között. Ez talán itt látszik, hogy itt egy ragasztó van, és egymásra, mint egy zsindely fedésnél ugye egymásra teszik ezeket a kis cellákat, és ezek adják át az energiát egymásnak. Ez azért nagyon jó és technológia többihez képest, amit ugye felsoroltunk, mert hogyha egy hagyományos modult nézünk, ami ugye itt található, ugye jön egy árnyékhatás alulról, akkor ugye a teljes modult lekapcsolja az árnyék miatt, ugye azért mert lekapcsol mind a három bypass dióda, ugye a napelem miatt. Az osztott cellásnál már jobb a helyzet, hiszen a feléig ugye lekapcsolja, de a más felső fele azt tud termelni, és ennél a zsindei technológiánál lényegében csak az 1/12 részéből egy sort kapcsol le, hiszen minden egyes sort a napelem külön tud kapcsolni ennek a zsindei technológiának köszönhetően. Tehát lényegében bárhova felteszi az ember, ő mindegyik sort külön-külön tudja kapcsolgatni. Ezáltal jelenleg a leghatékonyabb modul, hiszen 12 egyenlő részre van elosztva, sokkal kevesebb részét tudja kapcsolni, lehet felső részt, alsó részt kapcsol, tehát hogy ő gondolja és ő kapja az árnyékhatást. Úgyhogy ez jelenleg azt lehet mondani, ami talán a legfejlettebb az összes közül. Itt van még egy nagyon magas minőség, egy üveg-üveg technológia, amikor azt nevezzük üveg-üvegnek, hogy mind a két oldalán üveg van a terméknek, nem csak az elején, mint a normál paneleknél, hanem a hátulján is. Ugye itt a két üveglap között van a szilícium, ez egy teljesen zárt rendszer, 30 év termékgaranciát adnak rá, 7-8 gyártó jelenleg a világon, aki ilyet tud. Ezek a termékek viszonylag drágák, viszont cserébe nagyon-nagyon kicsi a hatásfok romlása ezeknek a termékeknek. Tehát ezek viszonylag általában, amivel dolgozunk, egy szolárvat, egy német termék, azért ár kategóriában, tényleg egy magas ár kategóriában tartozó napelem modul. Ezek a termékek még jelenleg ilyen 350-360 wattnál tartanak, míg ugye a zsindeinél azért 485 wattos panelünk is van jelenleg, tehát teljesítményben azok viszont sokkal többet tudnak ezáltal. A másik fontos eleme ugye a napelemen kívül maga az inverter, és az inverterben is több típusú inverter technológiáról tudunk beszélgetni. Az egyik ugye a hagyományos string inverterek. Ugye ezek a leggyakoribb típusok, amiket Magyarországon lehet kapni. Nagyon sok típus ide tartozik, mi például a Solax és a Fronius-szal dolgozunk, de sorolhatnánk ide még nagyon sok típust. Maga az inverternél itt egy soros kötés van kialakítva, ami annyit akar, hogy a fönt lévő, tetőn lévő napelemeket ugye sorba kötik, és bekötik maga az inverterbe, ami ugye itt a rajzon is ugye látható. Ennek annyi a hátránya, hogy maga itt az inverternek két munkapontos inverterek léteznek, ami azt jelenti, hogy két tetőfeletre tudok napelemet tenni, de ha lenne például három tetőfeletem, akkor én már nem tudok napelem modult tenni, mert nincs több bemeneti pontja a készüléknek. A soros kötésnek a hátránya az annyi, hogy ha az egyik modul bármiért nekem romlik a hatásfoka, mert elromlik, vagy bepiszkolódik, bármi miatt mondjuk hoz 10 wattot, akkor nekem a soros kötés miatt a többi napelem is a rendszerbe 10 wattot fog hozni egy miatt. Tehát mindig a legrosszabbul teljesítő napelem határozza meg a többi napelemnek a termelését, ezáltal ugye veszteség fog generálódni, hiszen nem minden napelem fogja ugyanazt a teljesítményt lehozni. Úgyhogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ma már egy kicsit ugye elavult a technológia, de azért azt gondolom, hogy a piacon még mindig 90%-ban ez az uralkodó, főleg az árért
érték aránya miatt, mert azért olcsóbb technológia, viszont kérdés az, hogy hosszú távon gondolkozunk, akkor nem biztos, hogy biztos, hogy olcsóbb ez a rendszer egyébként, mintha mondjuk egy másik technológiát választunk. Az inverterben egy másik technológia, ez az okos úgynevezett smart inverterek, ez az, ami egy kicsivel drágább, viszont nagyon sok plusz előnye van a hagyományos string inverter mellett. Tehát az egyik az az, hogy itt ugyanúgy egy soros kötés van kialakítva, csak maga az inverterből ezt a munkapont követő egységet kiveszik. Ez a munkapont követő egység az annyit akar, hogy ezt minden egyes panel mögé be kell helyeznünk, és innentől fogva minden egyes panelnak egyedileg kapjuk meg a teljesítményét. Ez azért nagyon jó, mert ha nekem 10 felületem van a tetőn, mind a 10 felületet tudok napelemet tenni, tudok bővíteni. Ha az egyik panel 10 wattot hoz a mellett elő kegyszeret, akkor mind a kettőből azt kapom meg, amit ő a tetőn produkál. Tehát nem érdekel engem azonnantól fogva, hogy melyik mennyit hoz, hiszen mindegyik panelből egyedileg azt a teljesítményt kapom meg, amit a maximumot tudja a tetőn kihozni. Ezáltal ugye nagyobb hozamot is hoz éves szinten, egy 20%-kal, mint egy hagyományos inverter technológia. Nagyon fontos, hogy a hagyományos invertereknél, ahol 10 év maximum garanciát, 20 év garanciáról fogunk beszélgetni, tehát kétszer annyi garanciát adnak ezekre az inverterekre, és itt már el is dől az a kérdés, hogy melyik éri meg hosszú távon, hiszen az árkülönbség az elenyésző lesz itt egy mondjuk inverter árához képest, amit mondjuk egy 10 évnél hosszabb ideig mondjuk egy hagyományos inverter valószínűleg a 20 évet nem fogja kibírni, tehát egyszerűen biztos, hogy mondjuk lecseréli az ember. Az okosnál meg azért 20 év az alapgarancia. Nagyon nagy előnye például az okos rendszernek a panelenkénti monitorozhatóság, hogy nem csak mi, mint kivitelező, mint ügyfél is látja a saját rendszerét, tudja azt, hogy melyik panel, mikor, mennyit termel, bármilyen hiba van, hiszen mindig el szoktam mondani az ügyfeleknek is, hogyha én rendelek csak 10 panelt, 20, 40, 100-at, teljesen mindegy, én egy konténerbe veszek X panelt, nem tudom azt, hogy mindegyik az hibátlan és jól működik. Lehet, ha utazott több ezer kilométert, van egy hajszálrepedés, amit senki nem vesz észre, tegyük föl, föltesszük, még akkor is jól termel, és utána kiderül egy év múlva, hogy tönkre megy a termék. Na most ezt egy hagyományos inverter, ugye nem tudjuk, hiszen nincs monitoringom, ami azt mondom, hogy melyik panel mit termel, hanem látok egy teljesítményt egy napi szinten. Most azt abból kell eldönteni, hogy ez most jó vagy nem jó. De hogyha az elromlik, akkor ugye az összeset lehúzza, nem is biztos, hogy észreveszem azt a hibát. Az okosnál ugye nagyon egyszerű, hiszen az egy panelt látom, hogy jóval kevesebbet termel a többihez képest, mi a probléma, és rá lehet nézni. És ez online látható, tehát nem kell nekem kimenni, kiküldöm valakit a helyszínre, bennül egy kollégét az irodába, ügyféle felveszik a kapcsolatot, telefonon megbeszélik, lejelenti a gyártónak, a gyártó is látja ezt, és ő online vissza is jelzi 24 órán belül akár, hogy rendben van, igaz, garancia és probléma, cseréljétek ki a terméket, innen biztosítunk hozzá. Tehát nagyon gyors az ügyintézés, nagyon pontosan meg lehet mindent határozni, normál rendszerben ugye nincs ez a funkció. Úgyhogy ezért én azt gondolom, nagyon szeretik. Nagyon nagy előnye az okos rendszernek például az is, hogy a DC oldalon például, hogyha az invertert lekapcsoljuk ugye tűzeseti szempontból, akkor ezek az optimalizálók a napelemeket ilyen üres járásba is akár bele tudják tenni, és ugye egy voltnál többet a napelem nem tud leadni. Tehát én lekapcsolom az áramot, van egy hosszú DC kábel a házon belül, és esetleg elkezdek valamit vágni, mert azért kapcsoltam le az áramot, akkor nem az, hogy elvágom a kábelt és bajom lesz, hanem ugye a kábelben nem is lesz szinte teljesítmény, tehát meg is foghatnám, nem lesz problémám. Tehát ezzel is többet tudnak, mint a hagyományos inverterek. Jó, általában ez a két fő inverter család, amit az ügyfelek ugye választanak, vagy okos van ez a hagyományos technológia. Ugye itt van külön tervezés, monitorozhatóság, ezt majd lent akkor megnézzük. Illetve van most egy új család, ugye ezek a hibrid inverterek, amit mostanában egyre többen keresnek. Ezek a hibrid inverterek, amihez beteszek egy akkumulátorpakkot, arra jó, hogyha esetleg nettós, bruttós elszámolás lenne, akkor a napközben termelt energiát eltárolom, és én este el tudom használni. Itt azért szót kell emelni arról is, hogy nem csak hibrid, hanem backupos inverterek is vannak. Ezek a hibrid inverterek annyival vannak kiegészítve, ott már tudok szünetmentességet is bizonyos eszközöknek biztosítani, tehát akár van egy LPS boxom az inverteren mellett, és áramszünet esetén átvált a készülék, és az akkumulátorból lévő energiát én el tudom használni, amit oda rákötök. Tehát ennyiben másabb egy ilyen backup rendszerhez egy hibrid inverter, jelenleg ezekkel is már foglalkozunk. A teljes székletüzemet azt olyan mértékben tudja, hogy amit rákötök, azok lesznek ellátva energiával lényegében, tehát mint egy szünetmentes táv kicsit úgy kell elképzelni. Itt az akkumulátor kapacitása határozza meg, hogy igazából meddig tudom használni ezt a rendszert ilyen esetekben. Itt egy fölépítés lényegében, hogy van ugye egy napelemünk, maga az inverterünk, az akkumulátorunk, és akkor rá tudunk kötni fogyasztókat, és akkor egy smart meter méri lényegében, hogy ezt mikor, hogy
milyen időben hova tölti az energiát. Tehát ha töbletem van, akkor mindig az akkumulátor lesz, és nem a szolgáltató, ugye a visszatáplálás. És ez átvált lényegében, amikor az áram szolgáltatás megszűnik, és átvált a rendszerem. Ugye ez a hibridnek a lényege. És akkor vannak a szigetüzemű rendszerek, ezt általában nagyon kis mértékben szoktuk értékesíteni, főleg villanypásztorok, tanyák, ahol nincs áram, tehát oda érdemes ezt a dolgot tenni. Nagy fogyasztókat azért nem érdemes rátenni, mert értem szerint nem fogja bírni. Mennyi ideig akarom ezt az áthidalást megoldani, az is fontos. Mondjuk márciustól októberig szeretném használni, mert akkor süt a nap, tehát akkor fogom jobban tudni használni. Tehát ugye itt ezeknél a rendszerben azért számolni kell ezzel is, hogy lényegében melyikkel és hogy fog ez működni. Jó, ezek maga az inverter technológiák. Ugye a SolarEdge az okos inverter, a Fronius-nak van hagyományos inverter és hibrid inverter, amivel dolgozunk, illetve a Solax-nak is van hagyományos és hibrid invertere. Tehát jelenleg ez a három inverter család van, amit mi most jelenleg kínálunk a palettánkon. Ugye a SolarEdge-nek azok neki hivatalos magyarországi forgalmazói vagyunk, a Fronius-nak is, illetve a Solax-tal is ugye megállapodásra mondták, mind a hármat ezt tudjuk így kínálni. Az utolsó rész az maga a tartószerkezet lenne. A tartószerkezet az igazából egy német cég, akivel dolgozunk, ez a Schletter. Több megoldása van, tehát felletetőre, cserépre, akár itt az első, ugye ez a kampó, amit ugye a cserepeknél, ugye a szarufához rögzítünk. Vannak a lapos tetőknél a kiemelések, vagy akár kiemelés háztetőn, aki ilyet szeretne, vagy egy olyan fészerre, ahol ezt meg kell döntenünk. Lapos tetők esetében, és akár vannak földre telepíthető rendszerek, ugye itt a kínálatban. Mindegyik ugye rozsdamentes acél, azt tudni kell róla, alumíniumból van, tehát igazából ezek 30-40-50 éves élettartalomban vannak kitalálva is, és nagyon egyszerűen, gyorsan, gazdaságosan lehet egyébként velük dolgozni. Jó, ez maga igazából a tartószerkezet része lenne. És ez a három dolog, amiből úgymond a teljes igazából felépül. Tehát maga a napelem, inverter, illetve a tartószerkezet. Döntő többsége az inverter az olyan 30%-át teszi ki a teljes összegből, a napelem az 50%-át, és a maradék 20%-ból, ugye 10% körülbelül a munkadíj, 10% az egyéb szerelési anyagok, AC-DC szerelvények, egyéb minimális eszközök. Tehát nagyjából én azt mondom, hogy ezért az inverter és a napelem a két olyan elem, ami a legfontosabb része egy döntésnél, amit ugye meg kell általában hozni, hogy melyik az, amiket választa az ember.